A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magos Székesfehérvári Szervezete a városi piacra invitálta az érdeklődő fiatalokat, hogy népszerűsítsék a Gazda Leszek pályaorientációs programot és megismerjék az egyes szakmák képviselőit, illetve áruikat. Nem csak a termelők által előállított portékákkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, hanem testközelből megismerkedhetnek a palántázással, a tojásfestéssel is, és még a Gazda Leszek programnak az ismeretterjesztő kiadványával is. Az agráriumban továbbra is tapasztalható a munkaerőhiány, ami indokoltá teszi, hogy folytassuk a pályaorientációs programunkat. A kamara munkatársai a figyelemfelhívás eszközével élve az érdeklődő gyerekeknek kínáltak lehetőséget arra, hogy a kampányban megfogalmazott céloknak megfelelően ismerjék meg azokat, és természetesen nem maradhattak el ezen a napon a kézműves foglalkozások sem. Most a kisebb korosztályt célozzuk meg a hozzájuk illő kommunikációs elemekkel, ilyen kis verses színezővel és személyes foglalkozással. Középiskolás gyerekeknek pedig majd pályaorientációs előadásokat fogunk tartani. A gyerekek Varga Istvántól átvették a Gazdakör Egyesület új kiadványát is, amelyből játékos formában ismerhetik meg, hogy az agrárium nem csak termékeket, szolgáltatásokat jelent, hanem olyan minőségi élelmiszereket is, amelyek frissek és egyben egészségesek.